Már hogy ne lennék tök depis, mikor 10 millió gyáva ember szemlesütve tátok, hogy jöjjen rend! Emberek az emberekért jelszóval péntek délután több ezres tömeg gyűlt össze a budapesti Blaha Lujza téren. Az adománygyűjtéssel egybekötött megmozdulást civilek szervezték Iványi Gáborért, az Oltalom Karitatív Egyesületért, de leginkább azért az utcára tett csaknem 600 gyermekért, akik magukról gondoskodni nem tudnak, de Iványiban megtalálták segítőjüket. Újságírók, színészek, zenészek szólaltak fel, mondták el gondolataikat, vagy tolmácsolták azokat dalokon, verseken keresztül. Így tett Mácsai Pál, az Örkény Színház igazgatója is. Hogy itt gyerekek százai érzékeny, József Attilával szólva ütött gyerekek százai, akik forognak a világban, és nem pontosan értik a helyzetüket, és csak támogatásra, segítségre, emelésre lenne szükség, hogy saját legjobb esélyeiket elérjék, hogy ezek olyan helyzetben vannak hozva, ahol értetlenül állnak az idegen világ előtt, ez nincs rendben. Bródi János az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatából idézett, amelyet több mint 75 évvel ezelőtt fogadott el az ENSZ közgyűlése. Minden ember szabadnak születik, és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek ésszel és lelkiismerettel bírván egymás iránt testvéri szellemmel kell, hogy viseltessenek. De mit tegyünk, ha valakinek elment az esze, és el akarja némítani a lelkiismeretét? Pedig a testvéri szellem Iványi Gáborban is, az egyházában lakozik. A demonstráción az április óta aktív közéleti szerepet vállaló operaénekes Rost Andrea is színpadra lépett. Nagyon fontosnak érzem anyaként, hogy a gyereket nem hagyunk az út szélén, hát ilyet nem lehet. Semmiféle élőlényt egyébként nem hagyunk az út szélén. Úgyhogy én ezért gondoltam, hogy nekem itt a helyem, és minden olyan helyen ott a helyem, ahol segíteni, ahol előrelépni lehet, mert igenis lehet tenni. Csak oda kell menni. Perint Falvi Rita teológus szerint világos, hogy politikai támadás zajlik Iványiék ellen. Egyértelműen egy politikai jellegű támadásról van szó, egy olyan emberrel szemben, aki szerintem sokkal inkább követi a mester tanításait, hiszen ételt ad az éhezőknek, italt ad a szomjazónak, felkarolja azokat, akiket már nem támogat senki. Tehát valójában egy keresztény ikonról, egy keresztény példáról van szó, és mégis így hurcolják meg őt, amit egy végtelen nagy képmutatásnak tartok a magyar kormány részéről, és amikor csak tehetem, ez ellen felemelem a szavam. És ti mind élő és halott anyagok. Iványiék egyháza, mindenek előtt azok a rászorulók, hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerekek, hajléktalanok, idősek, akiknek ellátásáról gondoskodnak, a kormányzati fellépés miatt évről évre, hónapról hónapra egyre inkább kilátástalan helyzetbe kerülnek. Hatalmas világ.